Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagyunk ma este is ezen a webkonferencián. Ez egy számunkra is nagyon jó hír, nagyon köszönöm a visszajelzéseket. Amint ez a képernyőn is látszik, a párkapcsolati konfliktusok és megjelenésük a germán gyógytudomány tükrében lesz a mai előadás címe, és amint látjuk, ez a második résznek a tárgyalása. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a párkapcsolat ez a jellegénél fogva nem tűr határokat, kereteket, nem lehet beskatujázni, általánosításokat vonni, szüntelenül változik és átalakul ez a helyzet. És tudjuk azt is, hogy ez egy nagyon megfoghatatlan, nagyon érdekes téma, nagyon sokunkat érdekel ez a helyzet, és remélem azok is hallgatják ezt a webkonferenciát, akiknek jelen pillanatban már vagy még nincs párkapcsolatuk, hiszen nem lehet leülni, mint a képernyőn a figura, és sajnálni magunkat, hogy jaj, szegény mi, milyen rossz nekünk, és mikor fog engem úgy szeretni valaki, hogy nekem jó. Hallottam olyan visszajelzésekről is az elmúlt héten, hogy hát nekem jól megy a párkapcsolatom, úgyhogy ez engem nem érdekel. Én mégis szeretnék mindenkit arra buzdítani, akár tökéletesen számára ideálisan működik a párkapcsolata, és hogy hallgassa végig a mai előadást, hiszen rengeteg felismerést szeretnénk önöknek átadni. Nagyon sokszor pozitív megerősítés is jól jön, hogy igen, jól csináljuk, ez jól megy, ez valóban így kell, és milyen jó, hogy mi ezt ilyen ügyesen kezeljük alapon. Egy pozitív visszajelzésként is hathat számunkra. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a párkapcsolat fogalma annyira tág és annyira sok mindent magába foglal, hogy az egész germán gyógytudomány minden csiralemezének minden programja belefér. Szeretnénk a párkapcsolatokról az egészségbetegség iránytű vonalán beszélni a ma este. Szeretnénk ezeknek a konfliktusait feltárni, felvezetni azokat a helyzeteket, amelyekből konfliktust élhetünk meg, és megmutatni azt, hogy bizony a párkapcsolataink azok milyen mély nyomot hagynak a testünkben és a lelkünkben egyaránt. Azt hiszem, hogy pontosan ezt mutatja meg a germán gyógytudomány, hiszen ezeknek a megéléseinknek a minősége fogja megmutatni, hogy milyen hosszú ideig és milyen intenzíven élünk meg egy konfliktust. Számolnunk kell azzal is, hogy az emberi életet, mint olyat nem tudjuk leltárba venni, így szeretnénk mindenről egy kicsit szót ejteni. Ez elég nehéz feladat, mint így kiderült, mi is így törtük a fejünket, hogy hogyan lehet mindent elmondani egy egyórás webkonferencia alatt, ezért úgy döntöttünk, hogy ez az előadás sorozattá fog válni, és több előadásban, több esti webkonferenciában fogjuk végig tárgyalni. A múlt héten a párkapcsolati konfliktusok és megjelenésük a germán gyógytudomány tükrében első részben a falat konfliktusokat próbáltuk megmutatni, hogy milyen szinteken lehet egy párkapcsolatban falat konfliktusokat megélni. A falat konfliktusok tárgyalásánál hagytuk abba, a mai esti részben a mezodermális konfliktusok következnek. Erről, illetve a germán gyógytudományról, ennek a fantasztikus módszernek, tudománynak a feltalálójáról, illetve az alaptörvényeiről fog dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és GNM terapeuta beszámolni önöknek, ugyanúgy, ahogy eddig is szoktuk. Egy pici ismertető rész mindenképpen fontos, hogy ismételjük át az öt biológiai természettörvényt, és aztán rátérünk a mezodermális programokra. Köszönöm szépen a összekötő szöveget, hiszen a múlt heti előadásnak a folytatása szerves része ez a mai, és ma se fogunk teljesen a végéhez érni, tehát jövő héten jön egy harmadik rész is. A lényeg megismerése a germán gyógytudomány öt biológiai természetének a megismerése tényleg csak távirati stílusba kerül mostan szóba, mert rengeteg olyan biológiai programról kell beszélnünk, ami
gyakorlatilag a párkapcsolati konfliktusok során előfordul. Hammer doktor fantasztikus felfedezést tett, és az élete tragédiájának köszönhette ezt a felfedezést. 78-ban, augusztusban a 19 éves fia két halálos lövést kapott egy korzikai hajókiránduláson, és Hammer doktor 111 napon keresztül küzdött a gyermeke életéért, majd 78. december 7-én a 19 éves fia, Dirk Hammer, meghalt a karjai között. Hammer doktornak ezután 2 hónapra rá egy hereadaganata alakult ki, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő hereadaganata és a fia halála, a fia elvesztése között. Ez a gondolat volt az, ami elindította a germán gyógytudomány felfedezését, és ennek a kutatásnak a következtében Hammer doktor rájött arra, hogy gyakorlatilag mi a rák vastörvénye. A rák vastörvényének nevezte azt az első felismerést, amiben Hammer doktor leírja, hogy mi az, ami elindít egy biológiai programot a szervezetünkben, egy úgynevezett értelmes biológiai különprogramot. Ez az értelmes biológiai különprogram, EBK, csak akkor indul el, hogyha megvannak azok a kritériumok, amelyek ezt elindítják. Hammer doktor a fiára való tekintettel Dirk Hammer szindrómának, DHS-nek nevezte, azt az 5 kritériumot, ami alapján a biológiánk elindít egy túlélő programot, egy értelmes biológiai különprogramot. Mindig egy érzelmi konfliktusról van szó, és az érzelmi konfliktus mindig váratlanul, meglepetésszerűen ér minket, majd valójában egy nagyon súlyos történetről lévén szó mindig megtörténik az, hogy benne ragadunk a konfliktusban. És ezt, ha mind magányosan éljük át, akkor elindul a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével, és beindít egy szervi elváltozást. A konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megéltünk egy adott váratlan eseményt. Ezután a konfliktus már sinek, már ezután a program már konfliktus nélkül is elindul, és ez lesz az alapja annak, hogy krónikus betegségeket fogunk újra meg újra megélni. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, vagyis nem az számít alapjában, hogy mi történik egy adott élethelyzetben, hanem hogy arra ki és miként reagál. Ebben a példában, amit a múlt héten is elmondtam, Hammer doktor 5 féle reakciót ír le arra, hogyha egy hölgy az ágyban találja férjét egy másik nővel, miként reagálhat és milyen programokat indíthat el. Ezek szóba fognak kerülni a továbbiakban, így is, úgy is. És a lényeg az, hogyha nincs érzelmi megrázkódtatás, mert nem szereti a férjét, akkor nem indul el a program. Tehát ha nincs DHS, akkor nincs értelmes biológiai különprogram. Ez is bizonyítja, hogy érzelemhez kötött dolgokról van szó. A második biológiai természettörvény leírja, hogy hogyan zajlik le az a biológiai program, amit a DHS elindított. Tehát amikor váratlan meglepetésszerűen ér minket egy történet, amit magányosan éltünk meg, egy nagyon súlyos dologról volt szó, és benne ragadtunk a programban, a konfliktusban, amíg benne ragadunk, addig tart ezzel a kék színnel jelzett konfliktus aktív szakasz. Ez alatt lesz az embernek stresszre utaló tünete, vagyis feszült, ideges, emelkedik ebből adódóan a vérnyomása, a pulzus száma, a légzés száma, nem tud elaludni, mert feszült, ideges, ha elalszik, felébred, nem eszik rendesen, és mivel feszült, ideges, ezért izzad a keze, izzad a lába, tehát hidegek a végtagjai, és ezért kék színnel jelöli ezt az egész konfliktus aktív szakaszt Hammer doktor.
A konfliktusban eltöltött idő, illetve a konfliktusban megélt érzelmi megrázkódtatás ereje adja meg azt a konfliktus tömeget, amit a kék szín itt mondja, úgyhogy grafikusan hát beszínez. Ha elérkezünk a konfliktus megoldásához, KM a konfliktus megoldását jelenti, elindul a programnak a második szakasza, és ebben a megoldási szakaszban a tünetek fordítottját fogjuk megtapasztalni. Vagyis nem hideg, hanem meleg tüneteket észlelünk, ezért jelenik itt meg kétszer is a piros szín. A megoldás első része az exudatív fázis azt jelenti, hogy folyadék áramlik be a gyógyuló szöveteinkbe, szerveinkbe, illetve az agyi központba, ami fejfájást okoz, és a gyulladásos tüneteket fogjuk ebben a részben megtapasztalni. Aztán ennek az epileptoid krízis vett véget, amikor is a víz kinyomódik mind szervi, mind agyi központból, megszűnik a fejfájás, és rengeteg vizeletet ürítünk, ugyanakkor nem árt tudni, hogy ez a legveszélyesebb szakasza a gyógyulásnak, hiszen itt történnek meg azok az események, amelyek életveszélyesek lehetnek, mint a szívnek a megállása, a mélyvénás trombózis, a tüdőembólia, vagy egyebek. Az epileptoid krízis után megint meleg tüneteket fogunk tapasztalni, extrém fáradtságot, és gyakorlatilag itt történik meg a hegesedés, vagyis itt fejeződik be a biológia helyreállító munkája. És ha ezen is túl vagyunk, akkor kérem szépen ismét egészségesen folytathatjuk az életünket. Tehát az első törvény az rámutatott arra, hogy mi az, ami elindítja a biológiánkban az értelmes biológiai programot, a második biológiai természettörvény pedig rámutatta arra, hogy ez két szakaszban zajlik, egy konfliktus aktív és egy megoldási szakaszban. Amikor a program nem fut ki, akkor jelennek meg a krónikus betegségek. A krónikus betegségek egyik oka az, hogy meg sem oldjuk a konfliktust, maradunk bent a konfliktusban, és természetesen ez a biológiánk kimerüléséhez fog vezetni. A policiklikus lefolyást fogjuk úgy tapasztalni, hogy a tünetek átmenetileg eltűnnek, majd újra jelentkeznek, majd megint eltűnnek, és majd megint újra jelentkeznek. Ezeket recidiváknak is nevezik az akadémikus orvoslásban. Valójában azért jelennek meg újra a tünetek, mert nem oldottuk meg érzelmileg a konfliktust. Ugyanis ha érzelmileg oldjuk meg, akkor eltűnnek a sinek, és a sinek nem tudják már konfliktus nélkül újraindítani, és újra beindítani a programot. A harmadik helyzet viszont az, amikor függő gyógyulásról beszélünk, és itt azt láthatjuk, hogy el se jut a program a megoldás végére, mert újabb sinek, azaz újabb megszakítások, rövid konfliktusaktív szakaszok újra kezdik az egész történetet. Ezt mondhatnánk, hogy elakadt a lemezjátszónak tű, és ennek az a következménye, hogy a gyulladásos tünetek fognak folyamatosan mutatkozni. Ez lesz a fő tünete az illetőnek, hogy a el nem múló gyulladása és fellejáró fájdalma van. Ennek is tehát az az oka, hogy nem érzelmileg nem oldottuk fel a konfliktust, és újra meg újra elindul ezért a sinek miatt. Természetesen a kettő kombinálódhat is egymással, tehát lehet policiklikus lefolyásban hosszabb időszakos függő gyógyulás is. A harmadik biológiai természettörvény azt mutatja meg nekünk, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszban. Az, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszban, az attól függ, hogy megsejtünk, milyen csíralemezből származik. Hammer doktor visszalépett
visszament egészen a méhen belüli életig, és megfejtette, hogy a három csiralemezből származó sejtjeink, szöveteink egy életen át ugyanazt a működést csinálják. Vagy sejtet építünk, vagy sejtet bontunk, vagy működést változtatunk. Ezek szerint az embriológia a válasz arra, hogy melyik szervünk hogyan fog működni, említetted a működésváltozás, sejtszaporulatot, sejtsorvasztást. Ez is előre meghatározott folyamat? Ez egy előre meghatározott folyamat. Itt van az a kép, amelytől ez az egész meghatározásra kerül, és pont ez adja a tudományos alapját az egész germán gyógytudománynak. Ez biztosítja a reprodukálhatóságát, és hogy csak egyetlen példát mondjak ezzel kapcsolatosan, a belső csiralemez, vagyis endodermából származó tüdőszövetünk mindig szövetet szaporít konfliktusaktív szakaszban, és mindig a halálfélelem az, ami ezt a szövetszaporulatot elindítja. Legyen szó bárkiről, a föld bármely emberéről, ha halálfélelmi konfliktust indít el, akkor szövetszaporulattal fogja elindítani a programot a tüdejében. Pontosan azért, hogy nagyobb felületen jusson levegőhöz, mert a túlélésünkhöz levegőre, táplálékra, vízre, hangra és fényre van szükségünk. Ezt az öt falat konfliktust az agytörzs irányítja, és ezekről volt szó a múlt héten. A mai este a mezodermának, vagyis a középső csiralemeznek a programjait fogjuk tisztázni. Itt két idegi központ az, ami irányítja a konfliktusainkat, de milyen konfliktusok tartoznak ide. A kisagy által irányított támadási konfliktusok megoldása, ide tartozik a bemocskoltság is. Ez érinti a burkainkat, vagyis hashártyát, mellhártyát, szívburkot, illetve az irhát is érinti a támadási, bemocskoltsági konfliktus, és az irhán különböző programok lesznek ennek következtében. Ugyanakkor az irhának a függelékeihez tartozik a verejtékmirigy és fagyúmirigy, és a fagyúmirigy programja a bemocskoltsággal áll összefüggésben, a verejtékmirigynek pedig a módosult formája az emlőmirigy, ami ugye anyatejet termel, és ennek a külön konfliktusa a gondozás, vagyis amikor túlzásba visszük az aggódást, és innentől a mezodermától indul el a kezesség kérdése is. A fölötte levő idegi központ az a fehérállományban résztvevő idegi magvakat jelképezi, és ezek az idegi magvak a mozgással kapcsolatos konfliktusainkat fogják irányítani. Mindezekre a továbbiakban majd részletesen kitérek. A negyedik biológiai természettörvény arról szól, hogy kik a mi segítőink, mikrosebészeink abban, hogy a sejtek számát visszaállítsuk a megfelelő szintre. Mert ha sejteket építettünk endodermálisan, akkor természetesen, hogy az endodermális sejtek plusz sejteket le kell bontani, látjuk itt a gombák, illetve a mikobaktériumok segítenek. Ha a lebontott sejteket vissza kell építeni, akkor ott a baktériumok fognak segíteni, illetve az ektodermális programoknál a vírusok. És múlt héten is említettem, hogy a humán papilloma vírus, a HPV vírus, tehát csak akkor fog megjelenni, és kimutatható állapotban létrejönni, ha elakad a gyógyulási folyamata a mély nyálkahártya programnak. És erről majd jövő héten fogok részletesebben beszélni. Tehát ezek a bennünk élő mikroorganizmusok, ezek nem az ellenségeink, hanem a jótevőink, és külön kell választani a velünk együtt élő mikrobákat azoktól, amelyeket a környezetünkbe bocsátanak biológiai fegyverekként. Az ötödik biológiai természettörvény teszi fel Hammer doktor munkásságára, mondjam úgy, a koronát, hiszen a megértés törvénye kifejti számunkra, hogy mindazt, amit mi eddig betegségnek,
neveztünk, rájöttünk, hogy ezek értelmes biológiai programok, mindegyiknek értelme van, minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, és minden értelmezhető a fejlődés történet szempontjából. Ez egy csodálatos felismerés, és valójában megadja azt a, mondjam azt, hogy örömöt az ember számára, hogy rájön arra, hogy amikor úgymond szenved, mert gyulladásos tünetei vannak, akkor rájön, hogy valójában gyógyul, és csak annyi dolga van, hogy várja meg, hogy a biológia befejezze a gyógyulást. Sajnos az emberek nem tudják megérteni, nem tudják elhinni még azt sem, hogy ez az egész történet így van, pedig ez tudományosan igazolt. Még senki nem tudta megcáfolni. És itt nem a sajtóhadjáratra gondolok, ami Hamer doktor ellen irányult egész életében, hanem tudományos dolgokról beszélek. Egyetemi szinten sehol még nem tudták ezt megcáfolni, hogy Hamer doktor tézisei ne lennének igazak. A germán gyógytudomány alapot ad a megértéshez, hogy összefoglaljuk mindazt, amit eddig beszéltünk. Rámutatta arra, hogy nem azoktól a dologoktól függnek a megbetegedéseink, hogy hova tartozunk, milyen iskolázottságunk van, mennyit dolgozunk, mennyit nem, milyen kövérek vagyunk, vagy éppenséggel dohányzunk, vagy nem dohányzunk, hanem attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktusunk van, hogy mikor kerülünk sinekre, és hogy ezek a biológiai programok hogyan futnak le policiklikusan, vagy függő gyógyulásban. A konfliktusok halmozódása pedig mindig eljuttat minket a személyiség változáshoz, legyen szó bármelyik csiralemezzen történt konstellált állapotról. Hangulati változásokat fogunk megélni. A fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusok feltárásával fogjuk valóban megoldani azokat a biológiai programokat, amelyek lezárása várnak, és ez az igazi megoldás, ami valójában, ha érzelmileg történik a lezárás, akkor meggyógyulunk. Nem kell egy életen át gyógyszert szedni valamire, hogy tüneteket eltüntessünk. Nem vonatkozik a germán gyógytudomány a hiány betegségekre, a mérgezésekre, a sugárzással elkövetett sejtszintű elváltozásokért. Ezekre nem vonatkozik, és természetesen a balesetekre sem. A germán gyógytudomány valóban tudomány, mert reprodukálható, és nem a statisztika vagy az állatkísérlet fogja eldönteni, hogy valakinek lesz vagy nem lesz Bazetov-kórja, hanem az, hogy megéle két konfliktust párhuzamosan, egy látással kapcsolatosat, és egyet, ami a pajzsmirigyére hat. És ha mind a kettőt megéli, lesz Bazetov-kórja, ha csak a pajzsmirigyet éli meg, akkor csak a pajzsmirigye lesz érintve, és ez nem autoimmun folyamat. Egyszerű, logikus, megérthető, megtanulható, csak nem mindegy, hogy érzelmileg oldom meg, vagy nem oldom meg, és ha tudom, hogy mi a gondom, és nem oldom meg, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. A konfliktusoknak az agyi szintjeit próbálom itt bemutatni. Ugye az agytörzsi szinten falatkonfliktus és vízvisszatartás, magányosság, létkonfliktus volt az, amiről eddig, illetve a múlt héten beszéltünk. A következnek a mezodermális, régi és új mezodermális programok, amint mondtam, a támadási, bemocskoltsági, gondozási konfliktusok, illetve az önleértékelés. És hátra marad még az agykéreg szintjén az elválasztás, birtokkonfliktus és egyéb dolgok, amelyek még ide be sem férnek ebbe a rendszerbe. A párkapcsolatban megélt falatkonfliktusok, ezek voltak, amelyekről a múlt héten beszéltünk, ezeket most nem ismételném el, és amit a mai nap első felében,
A mai este első felében szeretnénk részletezni azok a támadás, bemocskoltság, gondozási konfliktusok. Itt is először sejtet szaporítunk, majd a megoldásban lebontjuk a dolgokat, lebontjuk a felesleges sejteket. És lesz itt hashártya program, mellhártya program, szívburok program, bemocskoltság, túlzásba vitt aggódás, fészekvita, félelem a fájdalomtól, neurofibroma. Azt gondolom, hogy ennyi mindent átbeszélni, az nagyon érdekes és nagyon fontos lenne. Nyilván ezeknek a konfliktusoknak a teljes lefutásáról nem fogunk részletesen beszélni. Mindenképpen el kell azon gondolkodni, hogy mi is a kapcsolat, mi is az, hogy párkapcsolat. Nagyon sokszor hallom, hogy valaki beteg. De milyen hatással van ez a betegség, ez a diagnózis az egész kapcsolatra? Nagyon sokszor, amikor párkapcsolati problémákról beszélnek nekem, akkor mindig a másik problémájáról beszélünk először. Hogy neki van baja, ő az, aki ilyen, elkezdjük sokszor analizálni nagyon helytelen módon a másik viselkedését, próbálunk empátiás válaszokat adni, hogy azért, mert így viselkedett a szüleje, az anyukája, a család többi tagja, és így tovább. Azt gondolom, hogy amikor egy kapcsolati helyzetben levő emberpárról beszélünk, akkor a mi szót kellene használnunk, és nem az ő és az én kategóriájuk. Na, hogy mi is egy párkapcsolat? Hogy hogyan jön létre? Hogy ezek a párkapcsolat milyen stációkon, milyen fejlődési szinteken megy keresztül. Arról nagyon keveset tudunk. Minden kapcsolatnak megvannak a maga kezdeti pontjai. Valakik, ha beszélgetnek a kapcsolatukról, mindig egy közös pontra teszik a kezdetet, hogy azóta vagyunk együtt, mióta ez történt. Nagyon érdekes, hogy ha a kapcsolatokról beszélgetünk, akkor mitől működik egy kapcsolat, vagy mitől nem? Vannak-e a kapcsolatoknak olyan jellegei, amitől tartós lehet egy kapcsolat? Vannak-e pillérei ennek a helyzetnek, ennek a társas együttlétnek? Hogyan alakul a párkapcsolat például egy diagnózis után? Milyen új irányokat vehet? Azt hiszem, hogy ezekről fogunk a legvégén beszélni, igen. Hogy megnézzük azt, hogy mi tartja, vagy milyen feladatok tartják a párkapcsolat egészségét szinten. Nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztad, Réka, mert éppen a héten olvasott levélből derül ki, hogy milyen nehéz feladata van annak a párnak, aki gondozza, ápolja a szeretett társát, és egyszerűen nem tudja már eldönteni, hogy jól csinálja, nem jól csinálja, mit tudna még tenni azért, hogy a párja meggyógyuljon mielőbb. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a párkapcsolati dolgokról beszélünk, akkor igen, erről is beszélni fogunk. Nyilván nem fogunk versenyt csinálni abból, hogy kinek nehezebb, a betegséggel küzdőnek, vagy a családnak. De fontos lenne tudni azt, hogy kinek mi a helyzete, a helyzetéből adódó lehetőségei melyek. Mit tehetünk, és mit ne tegyünk egy ilyen szituációban. Vagy el kellene azon is gondolkodni, hogy egyáltalán mire lehet szüksége a betegnek, és mire van szüksége a beteg párjának, a szeretteinek. És itt megint nem csak nem a gondolatolvasásra szeretném felhívni a figyelmüket, kedves hallgatók, hanem arról, hogy beszélgessünk nyíltan. Nagyon sokszor elhalmozzuk a beteget, amikor látogatóba megyünk, mondjuk étellel, viszünk neki mindenféle finomságot. De a nagyon szűk családi körben meg lehetne olyat is kérdezni, hogy nincs esetleg arra szükséged, hogy elmenjek kifizetni a számlát helyetted, vagy kitakarítsak, vagy elhozzak valamit. Igen. Nem biztos, hogy a mosoly és a csokorvirág, vagy a 2 liter húsleves az éppen a legfontosabb szükségletét elégíti vagy ki. Vagy nem az egyetlen szükséglet. Vagy nem az egyetlen. Nagyon sokszor tapasztalunk olyat is, hogy beteglátogatóba gyorsan mindenki elmegy, úgymond letudni a kötelességet, mindenki kipipálja, voltunk, meglátogattuk, vittünk neki kaját, na majd jövő héten jövünk. Gyakran tapasztalunk olyat, hogy a beteg kórházból való hazakerülése után az első 2-3 napban nagyon-nagyon sokan látogatják, gyakran fárasztó,
a beteglátogatók fogadása, és utána valahogy ez elkopik. Lehetne ezt is picit másképp beosztani, megbeszélni, egyszerűen csak jelen lenni ott abban a pillanatban. Nagyon sokszor egy felolvasás, egy beszélgetés, vagy egy egyszerű készfogás sokkal nagyobb erőt és bátorságot ad egy betegséggel küzdőnek, mint a bátorító nagy szavak és mögöttük selejtes tartalommal rendelkező érzelmek. Hogy hogyan nézzünk szembe a betegséggel, ha mi magunk vagyunk azok, vagy mit tegyünk, amikor a párunk betegségét kell, nagyon csúnya szót használok, menedzselni. Milyen megküzdési stratégiáink vannak? Lehetnek-e ezek a stratégiák, állhatnak-e a gyógyulásunk szolgálatába? Mit tegyünk, hogy ez ilyen legyen? Vannak-e rejtett tartalékai egy kapcsolatnak? Milyen erőforrásaink vannak? Ezek a változások, ezek milyen irányba viszik a kapcsolatunkat? Milyen változások jönnek mondjuk egy negatív diagnózis után? Gyakran kérdezik azt, hogy miért nem lehet ugyanazt az állapotot fenntartani, hogy a legelején voltunk. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolat önmagában a saját szolgálatába állít mindent. A gondolatainkat, a figyelmünket, az emlékezésünket, a képzeletünket. Gondoljunk csak vissza a párkapcsolat elején, amikor beleszerettünk a párunkba, hát minden gondolatunk körülötte forgott, a figyelmünk állandóan körülötte járt, hogy vajon mit csinál, mikor találkozunk, az emlékezésünk, az minden egyes mozdulatot, az emlékezés részbe elmentettünk, emlékezzünk arra, hogy főleg mi nők vagyunk ezzel a képességgel, talentummal megáldva, hogy milyen színűink volt rajta, hogy állt a haja, milyen cipője volt, zavarba volt-e, vagy nem. Évek után is. Évek után is, és nagyon aranyosak ezek a történetek, amikor ezek újra előjönnek. A párkapcsolat hat az akaratunkra, a személyiségünkre. Gyakorlatilag nincs olyan élethelyzet az életünkben, amire ne lenne hatással. Új feladatok és új szerepek alakulnak ki, és még mindig nem nincs vége, mert ezeket az új szerepeket és feladatokat is naponta új rendbe állítja, átrendezi, átszervezi az úgynevezett élet. Teszi mindezt úgy, hogy mi közben észre sem vesszük ezeket a folyamatokat. Sokszor még nem is tudatosak ezek a változások. Hatunk egymásra, és hatunk a környezetünkre, állandóan kölcsönhatásban élünk a környezetünkkel. Ezek a kölcsönhatások pedig észrevétlenül alakítanak bennünket. Hogy jó-e, hogy megváltoznak-e a dolgok, vagy sem, ezt mindenki döntse el magának. Azt hiszem, hogy a változások, mint olyanok, azok nagyon fontosak és hasznosak. Fontosak azért, mert átminősülnek bizonyos dolgok. Gondoljunk csak arra, hogy a kapcsolatunk elején mi volt fontos, és most a kapcsolatunk közepén milyen prioritásaink vannak. Mennyire megváltoztatja az életünket egy gyermekáldás, egy akár egy betegség, akár egy konfliktus. Az a gond, hogy mindig valami stabilra, valami folyamatában állandóra vágyunk. Valami olyanra, ami soha nem változik meg. Ezért gondolunk nosztalgikusan azokra a pillanatokra, hogy bezzeg akkor, amikor még fiatal voltam, akkor így volt. Szükségesek a változások. A biológiánkban sincsenek állandó, stabil folyamatok. Gondoljunk csak az öt természettörvényre. Ott is folyamatos változások követik egymást. A konfliktus aktív szakasz felváltja a megoldási szakasz. És milyen jó, hogy ez így történik, mert így tudunk meggyógyulni. Gondolkodjunk a párkapcsolatunkban is egy kicsit germánygyógytudományosan. Vegyük észre, hogy mindennek értelme van. Ugye, hogy az ötödik biológiai természettörvény mondja, hogy meg kell értenünk, hogy mi történik. Meg kell értenünk, hogy a változások is értünk vannak. És azt hiszem, hogy amikor rádöbbenünk, hogy a változások azért történnek az életemben, hogy lehetőséget kapjak egy különleges kihívás által, hogy változtassak önmagamon a viselkedésemen, vagy a párkapcsolatom minőségén, akkor már teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy nem csak a párkapcsolatom szolgálja a hasznomat, hanem a biológiám is. Hiszen a biológiám is értem dolgozik. Azt hiszem, hogy ez
ez általános jellemzője a párkapcsolatnak is, hiszen ez is értem van. Csak nem biztos, hogy értem, vagy nem értem, hogy ez a helyzet mit kínál fel, mit tesz a biológiám, a testem, én értem. Nézzük meg, hogy hogyan működnek ezek a programok. A mezoderma, vagyis a középső csirralemez működése szerint. Hát nagyon, nagyon, nagyon elgondolkodtató mindez, amit elmondtál, Réka, és szerintem sok mindenkinél egy-egy mondatod elindított egy tovább gondolkodást, és ha csak ki tudunk békülni azzal, hogy mindaz, ami történt, az se ellenünk történt, hanem értünk történt, tehát, hogy az egész élet is értünk van, és nem ellenünk, nem csak a biológiánk van értünk, és nem ellenünk, hanem az egész élet is értünk van, és nem ellenünk, akkor már is másképpen fogunk a múlt történéseire nézni, más érzésekkel, hiszen változtatni nem fogunk semmin azon, ami megtörtént, és hogyha lezárjuk végre a múlt történeteit, akkor bizony, hát nagyon komoly, stabil, egészségi állapotnak leszünk az élvezői. A párkapcsolatok során ugye nagyon sok támadás és aggódás ér minket, de tudnunk kell azt, hogy ezeknek a konfliktusoknak a megjelenése már meghatározható, hogy valójában kivel kapcsolatos ez az egész, és itt jön be a kezűségnek a kérdése, mert akik voltak bár egy előadáson, azok tudják, hogy a tapsteszt az, amivel el tudjuk dönteni, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, és csak ismétlésként a kezűség megmutatja, hogy mi a partner oldal, a másik oldal pedig megmutatja, hogy mi az anya és gyerek oldal. Ez nem ugyanaz a kezűség kereszt, mint amivel írunk, eszünk. Nem, 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 nem. Az tanult kezűség. A velünk született kezűséget a tapsteszten lehet lepróbálni, de elárulom, hogy akinél egyszer jobb, egyszer bal kezével tapsol úgy, hogy az felül van, tehát nem tapsikolunk, hanem egyik kezünk felül, a másik alul van, azoknál is a biológia pontos választ, hajszálpontos választ ad arra, hogy hogy az illető balkezes vagy jobbkezes. Egész egyszerűen, ha nekem a párkapcsolati konfliktusom van, és jobb oldalt jelennek meg a tünetek ezzel kapcsolatosan, innentől kezdve, amiket elmondunk, az azt jelenti, hogy jobbkezes vagyok. Mit szólnak, kedves hallgatóink? Kipróbáljuk azt, hogy felfedezzük, hogy ki milyen kezű. Nagyon sokan vagyunk, akik tudjuk, de biztos vannak köztünk olyanok is, akik most hallgatják először a webkonferenciát, úgyhogy próbáljunk ki egy nagyon érdekes feladatot, jó? Rendben. Nagyon egyszerű lesz, Karesz, elmondja. Mindenki, hogy remélem, hogy kényelmesen ül, tegye a kezét, a két kezét a combjára, tehát jobb kéz a jobb combon, bal kéz a bal combon, tenyérrel fölfelé. Mindenki a képernyőt nézi, és nem a kezeit, rendben. És amikor mondom, hogy most, akkor egyik kezével belecsap a másikba, most! És úgy is hagyja. És úgy is hagyja, és akkor látja, hogy amely kezével belecsapott a másikba, tehát amely keze felül van, az azt jelenti, hogy olyan kezű. És lehet, hogy meglepődik rajta valaki, hogy a jobb kezében fogja a kanalat meg a szervezet, és mégis a bal keze van felül, és ez azt jelenti, hogy ő biológiailag balkezes, nagyon ügyesen tudja használni a bal kezét is, de mint mondtam, úgy is eldönti a tünetek megjelenése, az hajszálpontos választ ad arra, hogy jobb vagy balkezes vagyok-e. Abban az esetben ugye támadási konfliktusokról beszélek. Hát sok mindent meg lehet támadásként élni, és egy övön aluli ütés az mindig egy nagyon kellemetlen, váratlan esemény. Miért lehet ilyet, egy beszólás, amit az ember így él meg, vagy az asszony? Annyi övön aluli ütés érhet bennünket, na azt hiszem, hogy ezen nem is kell nagyon sokat magyarázni, inkább az egyéb lehetőségeket mondom.
Például támadás a hasüreg ellen, ahogy dr. Rikegert Hammer írja, azokban az esetekben, amikor valami éles szúró eszközzel a hasamat konkrét támadás fogja érni. Gondoljunk ki csak egy császármetszés műtétre, hogy ezt fel kell vágni, azt ki kell venni. Nagyon sokszor ezeket a műtéti beavatkozásokat a sebész úgy kezeli, mint hogy ó, hát, ó, hát ez... ízlés szerint sózzuk, ahogy ezt a receptes könyvben vannak, közben a nagyon komoly testi elváltozásokról beszélünk, és nagyon komoly beavatkozásokról. És félelem van az ember lelkében. És nyilvánvaló, hogy az emberben megjelenik a félelem, de gondoljunk csak a párkapcsolatban egy ilyen helyzetre, amikor valaki műtét előtt áll, és mindenki azt mondja, ó, hát mit félsz, hát naponta csinálnak ilyet. Igen, csak azt mi naponta más hasával teszik, és nem az enyémmel. Illetve a császármetszéses világra jövetelben is van egy ilyen történet, hogy mindent a hasüreg ellen követnek el. Azoknak, akiknek van ilyen műtéti beavatkozásuk, hölgyeim, akkor annak most bólogassanak élénken, akkor, ha egyetértenek velem azzal, hogy hol ütjük folyamatosan meg magunkat. Hát mindig oda rúg a gyerek, oda kapok valamit, mindig ott ütöm meg magam, és ez is egy folyamatos támadás, hiszen ha valamin fáj, ezt rendszerint többször be tudom ütni. Vagy gondoljunk csak azokra az esetekre, amikor szó szerint valamilyen olyan támadás éri a hasüregünket, a hasunkat, ami az integritása, az egysége ellen szól. Hány ilyen történetet tudunk felsorolni? Hát ezek nagyon-nagyon jó példák, Rika, és tényleg az a lényeg, hogy megértsük, hogy itt mindig a konfliktus aktív fázisban felszaporodik a burok, majd a megoldási szakaszban jönnek a gyulladásos tünetek, hashártya gyulladás, ugye? És kérdés, hogy mennyire kiterjedt ez az egész történet, hiszen a hashártyának nagyon fontos feladata van, a hasüregi szervekben keletkezett gyulladásos folyamatokat próbálja lokalizálni. Nagyon sokszor hallunk olyan esetekről, olyan beszámolókról, amikor a beteg arról panaszkodik, hogy nagyon flegmán, nagyon röviden és távirati stílusban kommunikálták a kezelési módot, azt ki kell venni, nincs annak ott helye, amúgy is van magának már gyereke, hagyjuk az egészet, felvágjuk, kikapjuk, és már be is fejeztük. Ezekben az esetekben a hasüreg ellen szól a támadás, mondjuk egy mély eltávolításnál, de mi az eset, vagy mi a helyzet akkor, hogyha mellkasommal szemben vannak ilyen támadási helyzetek, hiszen a hölgyeknek azért a mellkasukban vannak olyan szerveik, testrészeik, amelyeket sajnos orvosilag is műtenek, és egyéb hát igen, beavatkozásokat végeznek rajtuk. Itt a hölgyeknél a leggyakrabban megélt támadás természetesen a nőiesség szimbóluma, vagyis a mellettért támadások lesznek. És minden olyan elváltozás, ami a mellben végbe megy, az támadásként éli meg a hölgy a mellkasával szemben, és ez mellhártya folyamatot indít el, vagyis konfliktus aktív szakaszban a mellhártya megvastagodik, majd lebontási szakaszban gyulladásos tünetek között ez az egész meggyógyul, illetve ha nincsenek baktériumok, akkor marad egy elmeszesedett folta a mellhártyán, és ez látható marad. Ne feledjük el, hogy a magányosság és a létezés konfliktusa, amit megél egy hölgy egy mell elváltozás esetén, az rengeteg vizet gyűjt be a mellhártya üregbe, amint azt itt a középső alsó képen is láthatjuk, és ez a folyadék gyülem gyakorlatilag magától fog elmúlni, az illető megérti, hogy a germán gyógytudomány alapján minden ő érte van és nem ellene, és megoldja ezt a magányosság konfliktust, azaz vagyis a létezés konfliktusát.
Tehát nem fél attól, hogy mi lesz vele, mert tudja, hogy a biológia nem ellene, hanem érte dolgozik, és ha ebben a tudatban nézi végig a gyógyulását, nem fog víz begyülemleni a mellhártya üregbe, vagy ha begyülem lett, akkor természetesen ki fogja tudni vizelni. És nagyon fontos tudni azt, hogy ezeket az eseteket is pontosan, gyönyörűen és logikus rendszerben felépítve, amely doktor már elénk tárta, tehát egy olyan kifejezésre, hogy önnek mondjuk tüdődaganata van, emlődaganata van, ki kell operálni, le kell szedni, le kell vágni vezényszavakra, nem kell megijedni, sőt, el kell gondolkodni azon, hogy ezek a helyzetek hogyan alakultak ki. Ám a doktor arra is felhívja a figyelmünket az esetében, hogy fel kell feszítenünk az ön mellkasát. Hát hogyan érzi ez az ember magát abban a helyzetben, amikor szétfeszítik a mellkasát? Hát ez nem a mellkasa ellen megnyilvánuló támadás, konfliktus? De vannak teljesen, hát mondjam azt, hogy drasztikus támadások, valós támadások. Elég egy családon belüli erőszakos cselekedet, verés, és összeütik a mellkasát az egyiknek. Ez támadási, valós támadási konfliktus, amire a mellhártya fog természetesen hatni. De ezek azok a helyzetek, amik valósak, de ugyanígy reagál, ha mondjuk ezt álmodja, vagy elképzeli is? Természetes, hiszen a agyunk nem tesz különbséget valóságálom és illúzió között. Tehát, hogyha csak ott a félelem benne, hogy megtámadják, hogy elverik, az is fog ilyen programot elindítani. És mi abban a helyzetben a teendő, amikor valaki egy szóval, egy olyan helyzettel kapcsolatban éli meg ezt a támadási konfliktust, ami lehet vélt, valós, vagy reális, vagy csak elképzelt, álmodott, amikor mondjuk a szíva ellen szól ez a támadás? Hát akkor történik az, amikor valaki mindent a szívére vesz, hogy a szívburok fog megvastagodni. Konfliktus aktív szakaszban a szívburok megvastagszik, megoldásban lebomlik. Ugye ez is egy, mondjam, hogy találkoztunk ilyen emberrel, akinek az volt a megélése, hogy bármi olyat mondtak, ami számára kellemetlen volt, azt ő úgy érte meg, hogy a szívére veszi. És minden ilyen szívünkre vett program a szívburkot fogja hát megvastagítani, majd lebontáskor jön a gyulladás. Eddig eljutottunk a támadásokról, de azt mondtad az elején, hogy itt nem csak támadások konfliktusait fogjuk venni, hanem a bemocskoltságét. És mondanál erre egy példát? Hát a bemocskoltság egy nagyon jó történet, mert itt gyakorlatilag a megélésünk az akkor is biológiai programot indít el, hogyha a szeretett páromról olyan dolgokat mondanak, mocskolódások, ugye itt szoktuk mondani, mocskolódnak, mindent rámondanak a páromról, igaztalan dolgot, és ha én ebbe egy nagyon erős lelki töltetet teszek bele, tehát ez engem érzelmileg nagyon megráz, akkor láttunk olyan történetet, hogy nem az, akit bemocskoltak, hanem az, akit ez megrázott, ez ennek okozott mindenféle övsömörrel jelzett biológiai programot. Ugye tudnunk kell, hogy az övsömör kapcsán konfliktus aktív fázisban az írha sejtjei azok, amelyek felszaporodnak. Ez nem jár tünettel, a megoldási szakaszban viszont elkezdjük lebontani a felesleges sejteket. Ez a lebontás, ez a felszínen is meglátszik. És ezért fogunk ilyen tipikus képeket látni, mint itt, amit mutatnak, ezekkel a jellegzetes elváltozásokkal. Azért övsömör a magyar neve, mert
ha övszerűen jelentkezik a mellkason, ha valakit kirázott a hideg attól, hogy egy általa, hát eléggé utált személy átölelte. Vagy valaki hozzáért, és bemocskolva érzi magát attól, hogy hozzáért. De ma átvitt értelemben megélt bemocskoltság is mindig övsömört fog okozni. Ne feledjük el, hogy az övsömör megjelenthet a genitáliákon is. És hogyha én szexuális aktust úgy éltem meg, hogy ezzel bemocskoltam magamat, vagy a szerelmemet, az egész történetet, akkor a genitális herpesz fog megjelenni, és nem azért, mert elkaptuk valakitől, hanem mert ez volt a megélésünk. Tehát ilyenkor, amikor bemocskolva, ertorzítva érezzük magunkat, de nagyon sokszor azt is érezzük, hogy a bemocskoltság arra vonatkozik, hogy megsérült az integritásunk, eltorzultunk, csúfak vagyunk. Mondjuk egy mell amputáció után ezért a női mellkas nem ugyanúgy néz ki, mint az előtt. Ez hát ezért igen. Nagyon bemocskol, eltorzít, elcsúfít. Igen. Ilyenkor mit élhetek meg hát nőként? Ilyenkor ezt a nagyon intenzív bemocskoltságot, és természetesen egy pontra zoomolva, tehát koncentrálva, el fogunk jutni oda, hogy melanoma fog kialakulni az adott helyen. Tehát a melanoma annak a bemocskoltságnak a következtében alakul ki, ami nagyon intenzív, és egy szűk helyre korlátozott. Megjelenhet a hátam közepén is, ha egy olyan történet, egy olyan titkos történetem van párkapcsolatomat illetően, aminek a kiderülése, ennek a mocsok történetnek a kiderülése a hátam közepére se hiányozna. Itt ne feledjük, én ezeket nem kitalálom, hanem megtörtént eseteknek a konfliktusait idézem. De megint csak szólni kell arról, hogy valóságálom illúzió, nem feltétlenül kell hozzám érjen valaki. Mondjuk, ha az embernek a karján, mégpedig a külső részén jelenik meg a melanoma, az azt jelenti, hogy el szerettem volna távolítani magamtól ezt a mocskot, és akkor ott fog megjelenni egy melanomás csomó. Amikor a fölötte levő pigmentsejtek ugye túlszaporodásba indulnak, akkor ezt valós melanómának nevezik. Ha ez nem történik meg, ahogy itt a második képen látjuk, akkor ez az amelanómás melanoma lesz. Ne feledjük el, hogy a megoldási szakaszban ez teljesen magától megoldódik. Éppen a tegnap előtt olvastam egy gyógyszerről, amit állítólag a melanóma ellen találtak ki, csak érdekes módon nem a konfliktust oldja meg. Tehát ha nincs KM, nincs konfliktus megoldása, akkor mit találtak ki? Kitaláltak egy vegyszert, amivel valamit gátolni szeretnének, és hogy ez milyen áron történik, és milyen egyéb tüneteket okoz, azt most itt nem részletezem. Engem még mindig az érdekel, ha a kereszt az az egy szó, amit úgy elengedtél az előbb, hogy el akarom távolítani azt a mocskot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy konkrét dologról beszélünk, hanem valami átvitt értelemből is. Mi van akkor, hogyha az a megélésünk, hogy valaki bennünket nevez mocsoknak, vagy hát igen. Valamilyen ilyen jelzőt mond, hogy te mocsok, te disznó, te igen. Ilyen, te olyan egy ez kapcsolatban. Hát persze, egy most vegyük azt, hogy egy szerelmi kapcsolatban az, akit én annyira szeretek, hirtelen egy ilyet vág hozzám. Ezt vágta a pofámba. Már bocsánat, de így szoktuk ezt megfogalmazni. Vajon hol fog megjelenni a melanoma? Hát pont ott. Tehát itt nagyon-nagyon érzékeny a lelkünk. És ezt kell megérteni, hogy mindig lelki megrázkódtatás az, ami elindítja a biológiai programot, és ez lesz az,
hogy csak az érzelmi megoldás fogja megoldani. És arról is beszéltünk az írharéteg esetében, hogy bemocskoltság, konfliktus, amely az integritásunkat megsérti, mondjuk egy mellamputáció, de akkor beszéljünk egy picit az emlőmiri sejtszaporulatáról is, hogy az milyen konfliktusok hatására reagál, és hogyan. Hát az emlőmirigy, tehát maga az emlő, amint itt látjuk, az három konfliktusnak a megoldásában is részt vesz. Ugye a mirigy állománynak a sejtszaporulata beindul mindig, amikor túlzásba viszem az aggódást. És nyilván, ha a páromról van szó, és jobbkezes vagyok, akkor a jobb mellem, de ha gyerekemről van szó, akkor meg jobbkezesként a bal mellem fog, a bal mellemnek a tejtermelő sejtjei fognak túlszaporodni. Azért, mert túlzásba viszem az aggódást. Én tudom, hogy nincsen hölgy, akiben nem lenne ott az aggódás. Ez egy természetes tulajdonsága minden hölgynek. Nem az a baj, ha aggódik, az a baj, ha túlzásba viszi, és túl sokáig tart ez az egész folyamat. Tehát picit aggódni, és már estére megoldani, az meg van engedve, icipicit. De nem kell ezt minden nap újra meg újra csinálni, hiszen rá kellene jönnünk, hogy se az aggódással, se a bosszankodással nem fogunk soha semmit, de semmit megoldani. És ha az emlőnél tartunk, akkor szeretném megmutatni Hammer doktor képét, rajzát az emlőről. Itt látjuk azokat a mirigyeket, amelyek felszaporodnak az aggódás során, de itt látjuk azokat a tejkivezető csatornákat, amelyeken keresztül ugye a tej majd kijut az emlőből, és a piros szín arra utal, hogy ez ektodermális. Itt az elválasztási konfliktus az, ami beindítja ezeknek a csatornáknak a sorvadását, ulcerációját, tágulását, és a megoldási szakaszban jön a gyógyulási szakaszban az a duzzanat, ami gyakorlatilag mondjam úgy a ki nem ürülő sebb váladék okoz. Ha ki tud ürülni ennek a gyógyulási szakasznak a váladéka az emlőbimbon keresztül, mint úgynevezett boszorkánytej, tehát sárgás, zöldes vagy barnás váladékként, akkor nincsen semmi probléma. De ha ez nem tud kirülni, akkor begyülemlik, és ezt fogják ductus karcinomának nevezni. De van egy harmadik történet is a mellnél, és ez is nagyon gyakori. Azok a párkapcsolatok, amelyek mondjam úgy, hogy már zátonyra futottak, és napi szinten van a veszekedés, a kiabálás, és a mondjam így, ahogy Hammer doktor nevezi, a fészekvita. Lehet itt a fészekvitának a tárgya az alkoholista fér, de lehet az anyós, lehet a gyerek. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, az állandó veszekedés is támadásként éli meg a hölgy a melle irányában, és ez is elindítja a MEL programot innentől kezdve, tehát a veszekedéseket, az aggódást és az elválasztást kellene megoldani ahhoz, hogy ez a MEL program el se induljon. Nagyon érdekes, hogy mennyi fájdalom, mennyi olyan történet van egy-egy mell daganat során, amiről beszélnünk kell, és nagyon sokszor úgy végződnek a történetek, hogy nem is akarok vele kapcsolatban maradni, még azt sem szeretném, ha hozzám nyúlna, gyakran van egy ilyen távolságtartás a hölgyekben, főleg abban az esetben, amikor ez a sejtszaporulat gyógyul. Nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy a gyógyulás során mutat olyan jeleket, tüneteket, amelyeket nem kívánatosnak tartanak. Hölgyek, említetted itt a boszorkánytejet, de arról is szó esett, hogy fészekvitát. Nagyon sokszor ezek a fészekviták sajnos tetlegességig fajulnak, vagy teljes módon
nem kívánatosá válnak a testi kontaktusok, az hozzám se nyúljon, hagyjon békén Hát igen, állapotokban. ilyen esetről is tudok. Volt a praxisomban ilyen történet, amikor annyira, de annyira elhidegedett a kapcsolat, hogy pontosan ez volt az egyik félnek a konfliktusa, hogy hozzám se érjen. Az illető kialakította az itt a képen is látható neurofibromákat, vagyis olyan gliaszaporulatot, aminek az a célja, hogy a fájdalom az érintés ellen védjen engem, hogy ne érezzem a fájdalmat, az érint, ne is érezzem. Tehát ez az érzésnek a kiiktatása miatt történik így meg. Hát ezeket úgy egyszerűen lazán zsírdaganatoknak szokták nevezni, de neurofibromáról van szó, Recklinghausen-kórnak is nevezik a medicinában, és gyakorlatilag ezek azért szaporodnak, mert az illető sinen van, és újra meg újra beindul a program, és minden újabb beinduláskor egy újabb mondjam úgy zárójelben zsírcsomó fog kialakulni. És ezek gyakorlatilag nem kellenek, nem kell, hogy lebomlja, nem kell, hogy elbomoljanak, mert azon túl, hogy esztétikai zavart okoznak, a biológiai működés szempontjából semmi rosszat nem tesznek. Ezt úgy képzeljük el naív laikus háziasszonyként, hogy van egy plusz szigetelés azért, hogy ne menjen át a fájdalom inger. Igen, ezt nagyon, nagyon jól. Igen, az a helyzet, hogy nagyon sokszor a dolgok valós gyökerénél hajlamosak vagyunk belemenni mindenféle tudományos magyarázatba, hogy azért vagyok ilyen, azért nézek így, mert valakire hasonlítok, viszem ennek a családnak a karmáját és egyebeit, de nagyon sokszor még a külsőnkre is külön magyarázatot adunk, hogy igen, hát nagymamám is ilyen volt. És eljutottunk az új mezodermális sejtek, az új mezodermálisan vezérelt sejtek taglalására, amiről annyit kell tudni, hogy annyit kell tudni, hogy maga a konfliktus tartalom az meghatározza, hogy hol fogom pusztítani a testemet, a konfliktus ereje meg meghatározza, hogy milyen szövetek lesznek érintve. Mert hogy önleértékelés az egyenlő önpusztítás. Itt mindig a konfliktus aktív szakasz sejtbontással indul, és a megoldási szakaszban jön a sejtépítés gyulladással, fájdalommal, és természetesen a biológiai értelme mindennek az, hogy amit visszaépítek, az erősebb legyen, mint amit elbontottam. Itt láthatjuk az agyi kép metszeten, ugye, a fehér állomány szintjén azokat a idegközpontokat, amelyek ahová beérkeznek ezek a érzések, ahova becsapódnak, és a koponya tetőtől egészen a lábamig, végig a testem minden része képviselve van. Erről részletesen már beszéltem az ízületek és a csontokkal kapcsolatos webkonferenciákon, tehát ezt most itt nem részletezném. A lényeg az, hogy mindenki megértse, az önleértékelés önpusztítás, és a konfliktus tartalom, a DHS meghatározza, hogy hol indítom el a pusztítást, a konfliktus ereje pedig meghatározza azt, hogy milyen mértékben. Csak mutatnék néhány dolgot, amiről itt szó lesz. Ugye a legegyszerűbb, a legenyhébb önleértékelés, hogy a zsírszövetet érinti, az ennél erősebb dolgok aztán az ereket fogja bontani, építeni, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, ezért kerül itt a Hodgkin-kór is szóba. Aztán az izmoknak a lebontása, visszaépítése, tipikus példája a féloldali izomsorvadás, amiotrófiás laterál szklerózis, ahogy itt látjuk. De hogyha ez a folyamat ugye nem lesz megoldva, hanem mindig többet építek vissza, mint amit lebontottam, akkor az izom
szövet szaporulatát rabdomiószarkómának nevezik, ha haráncsikolt izomról van szó, és leiomiószarkómáról, hogyha a sima izomról van szó. Egy külön tétel a szívizomnak a programja, ahol a túlhajszoltságot fogjuk megemlíteni, illetve az inak az ízületek bontása, építése, ezt éppen csak megemlítem, épp úgy, mint a csontoknak a bontását és visszaépítését, hisz ezekkel külön webkonferencia részek is foglalkoznak, tehát most nem lehet az egész germán gyógytudományt beszuszakolni három előadásba, éppen csak említjük azokat a dolgokat, amiről már szó volt. Erről is szó volt, gyakorlatilag az az enyhe fokú önleértékelés, ami az alakomra vonatkozik, ez mindig elindítja a szöveteknek a bontását, addig, amíg konfliktus aktív szakaszban vagyok, majd megoldásban a visszaépítés az erősebb volt, erősebb lesz, mint amennyit lebontottam. Ha hozzáteszük a magányosság létezés konfliktusát, akkor víz is kerül a zsírszövetbe, és gyakorlatilag az önleértékelésen kívül a magányosság létezés konfliktus az, ami valójában a két leggyakoribb oka az elhízásnak. A biológiában nincs kövér, vagyis a vadállatok között a kövér a szép, a dundi az az igazi, az a vonzó, hiszen ő lesz az, aki túl fogja élni a nehéz telet, az ilyen hidegeket, mint amilyeneket most élünk meg, csak azok az állatok fogják túlélni, amelyeknek van kellő zsírszövetük és tartalékuk. Nagyon jó lenne, ha nem azonosulnánk a testünknek a körvonalával, tudnánk, hogy kik vagyunk mi valójában, és akkor innentől kezdve ez nem jelentene különösebb problémát. Igen, csak hogy a túlsúly az egy olyan valami, amit nagyon sokszor húzunk magunk után, mi hölgyek, főleg mi vagyunk erre nagyon kihegyezve, azt hiszem, hogy egy egész iparág dőlne ezzel dugába, hogyha mindenki rájönne, hogy ez milyen fantasztikus dolgokat rejt magába. Ha kibékülnének a hölgyek magukkal, ha akkor... Ha kibékülnénk önmagunkkal, és fontos lenne azokat az én túl kövér vagyok mondatokat, hogy végleg törölni a szótárból, és tudni azt, hogy rengeteg embernek vannak sokkal komolyabb testi problémái, amelyek hatnak rá, amelyek akár az egészségét is veszélyeztetik, és hiába próbálnak ettől a helyzettől tovább lépni, elhatárolódni, nem olyan, mint mondjuk egy 3 kilós idézőjelbe tett túlsúly, remélem igen. Most mindenki jót nevet rajtam, hogy 3 kiló az még nem túlsúly, mert ugyanezt meg lehet változtatni, meg a kamraajtó lelakatolásával, illetve a frigider nem, a hűtőszekrény nem rendszeres látogatásával azért ezen lehet változtatni, de vannak helyzetek, amiket húzunk magunk után, ilyen olyan helyzetek, amik miatt megint csak önleértékelést élünk meg. Milyenek igen. Lehetnek ezek? Hát ezeket nevezzük mi békjó konfliktusoknak. És itt mindig az az élethelyzet, amikor a háromféleképpen is megélhetem, ugye, hogy képtelen vagyok kilépni ez a konfliktuson, képtelen vagyok kilépni abból a helyzetből, amiben vagyok. Magammal kell húznom, mit tudom én, az egész családot. Vagy kötve vagyok valakihez, valamilyen helyhez, helyzethez, és képtelen vagyok ebből kilépni. Ugye a lovak lábát is összeköti a csikós éjszakára, hogy ne tudjanak messzire elfutni éjszaka, míg legelnek, és reggel, mikor ő kinyitja a szemeit, még látóhatáron belül legyenek ezek a lovak. Nos, ez a lényege a békjó érzésnek. És konfliktus aktív szakaszban, ha én képtelen vagyok kilépni a helyzetből, akkor a vénáimnak a belső falát fogom bontani. De abban a pillanatban, ahogy a kötőszöveti részét elbontom a vénák falának, rögtön a
sima izom részt túlszaporítom, pont azért, hogy ne szakadjanak el a vénák, és ezért fog a lábunk ilyen gyönyörűen kinézni viszeresen, mert megváltozott a vénafal szerkezete, ezek lesznek a viszerek, amik a felületen így látszanak. A konfliktus aktív szakasznak a le nem zárása, tehát a huzamos ideig konfliktus aktív szakaszban maradás fog elvezetni ide, amit úgy hívunk, hogy lábszárfekély, és itten azért el tudjuk azt végezni, hogy mégiscsak megpattan az elvékonyodott vénának a fala, és vénás vérzés lép fel. Háziorvosi praxisom alatt nem egyszer láttam ilyet. Nos, ez a szövet pusztulás, amit ugye lábszárfekének nevezünk, ez már következménye annak a megbomlott keringésnek, amit a mi fel nem oldott önleértékelésünk okoz. A megoldási szakaszban jön a vénának a begyulladása, az epileptoid krízisben pedig a mélyvénás trombózis. Ez nem azt jelenti, hogy egy életen át alvadásgátlót kéne szedni, hanem meg kellene oldani valójában magát a konfliktust. Ezt kellene megoldani, ezt a függő viszonyt. Van a függő viszonynak egy másik része, amikor én ugyan elmennék, de nem engednek, de nem lehet. És ez már nem a vénákat, hanem az artériákat fogja érinteni, és az artériák bontása, visszaépítése vezet el az ereknek a szűkületéhez, érszűkülethez, ami végső soron egészen a lábujjaknak az elfeketedéséhez és azok amputálásához fog elvezetni. Tehát itt is az a gond, hogy bontok, aztán megoldásban vissza fogok építeni, és ezt akár minél többször vissza újra csinálom, egyre szűkebb lesz az artériának a fala, és nem a zsíros kenyér vagy a zsírfogyasztás fogja meghatározni, hogy mekkora koleszterin szintem, hanem az határozza meg, hogy hány helyen szükségeltetik az érrendszeremnek a karbantartása. Mert itt most csak a békjó konfliktusról beszéltem, de az érrendszeremet az egész testemben tudom bontani, építeni, és minél több helyre kell, mondjam azt, hogy glett anyagot, azaz koleszterint vinni, hogy megerősítsük a általunk megbontott érbel falát, annál magasabb lesz a koleszterin szintünk. De kimutatott tény, hogy a táplálkozással nem fogjuk befolyásolni lényegesen a koleszterin szintet, de azt is kimutatták, hogy a koleszterin szint csökkentésére adott tabletták egész érdekes módon az érbelhártyáknak a gyulladásos folyamatát tartják fent, tehát továbbra is fenntartják a koleszterin szint megemelését. Összefüggő dolgok ezek, megint csak azt mondom, nem a tabletták szedése lenne a lényeg, hanem hogy megoldjuk az adott testrészünkre vonatkozó önleértékelési konfliktust, és innentől minden rendben lenne. Azt is mondtad, hogy az önleértékelés mértéke befolyásolja azt, hogy milyen szervet, sejtcsoportulást, szervet érint a konfliktus. Igen. Hogy is van ez? Hát beszéltem ugye artériákról és vénákról, de tudni kell, hogy enyhe fokú önleértékelés a nyirokcsomókat is érinti. Ezek is konfliktus aktív szakaszban lebomlanak az adott testrészen, és megoldásban vissza fognak épülni. Nyilván, hogyha a magányosság érzése ott van, akkor ez a visszaépítés látványosabb lesz, mint ahogy itten láthatjuk ezen a rajzon. A megnagyobbodott nyaknak a megnagyobbodott reliefét, hát egy igazságtalanságról szól, mert ugye a nyakunk mindig az igazságtalansággal kapcsolatos konfliktusok terephelye lesz. És mi van akkor, hogyha mondjuk egy ilyen önleértékelés, ami a nyirokcsomónkat érinti? Azt érezzük, hogy hát ez annyira igazságtalan, hogy legszívesebben elfutnánk onnan, de nem tudunk. Akkor mi történik?
Hát nyilván, ha mozgással kapcsolatosan éljük meg a konfliktust, akkor az a mozgásrendszerünket fogja érinteni, és mivel itt aktív mozdulatról van szó, nyilván, hogy az izmokat, mégpedig a haráncsikolt izmokat érinti a program, és konfliktus aktív szakaszban, mivel képtelen vagyok elfutni, képtelen vagyok kitérni valaki elől, igazságtalanságnak élem meg, de erősen ezt az egész dolgot, akkor elkezdem bontani az adott helyen az adott izmaimat. Nyilván, ha képtelen vagyok kitérni valami elől, akkor a karjaimnak az izmait fogom bontani, ha képtelen vagyok tovább lépni, akkor a lábnak a haráncsikolt izmait, ha képtelen vagyok elviselni ezt az egészet, akkor a csípő, tehát a fartáiknak az izmait fogom leszedni. Ha ez a személyiségemet is érinti, akkor a deréktáji izomzatomat fogom bontani, és ha pedig ez az egész egy hatalmas igazságtalanság, akkor még a nyakam izomzatát is bontom. Tehát itt végigmutogattam a testünk felének majdnem minden izmát, és ezt fogják amiotrófiás laterál szklerózisnak nevezni, ALS-nek. Itt lehet ez egy párkapcsolati konfliktus, amit ugye mondtam, mindig szoktam emlegetni, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni, annál bonyolultabban él meg egy-egy konfliktust, és ez jelenti azt, hogy féloldali izomsorvadás fog fölépni. A megoldásban viszont az izmok visszaépülnek, erősebbek lesznek, mint voltak, természetesen fájdalommal, gyulladással, izomrángással, és végül az izmok erejének a visszatérítésével. Persze minden kapcsolat azért problémáival és helyzeteinél fogva, ezért nagyon mélyen hat ránk, és gondoljunk csak bele, hogy mennyire érdekes ez a téma, hiszen a partnerünk, a férjünk is, a feleségünk is, de a főnökünk is, tehát mindenki, aki nem az anyukám, vagy a gyerekem, vagy az, akit anyámként és gyerekemként szeretek, az ugyanarra az oldalra hat. Tehát az az ember, aki már egyszer leírta magát, hogy hát az életműben volt ez a házasság, és lám, bármennyire igyekeztem, mégsem sikerült tönkrement a házasságon megtartani, és megy a folyamatos önleértékelés, emiatt erre a konfliktusra nagyon érzékeny, gondoljunk csak arra, hogy amikor rossz hangulatban vagyunk, akkor valahogy érzékenyebbek is vagyunk bizonyos dolgokra, és sokkal több mindent a szívünkre veszünk, de ne menjünk messze a párkapcsolatoktól, hiszen hát ez a szívügyünk, nem? Hát igen, és hát a szívünket érintő konfliktusok a párkapcsolatban hát nagyon összetettek. A szívről lesz szó most is, és lesz szó jövő héten is természetesen, mert a szívnél tudni kell, hogy gyakorlatilag két konfliktus az, ami a szívünket tönkreteszi. Az egyik a túlhajszoltság, a másik pedig a birtokvesztés konfliktus. A túlhajszoltság konfliktus a szív izomzatára hat, a birtokvesztés konfliktus pedig a szívkoszorú erekre, a szívkoszorú artériákra és vénákra hat. Egy túlhajszoltsági konfliktus megéléséhez azért kell egyfajta lelki beállítottság. Miért fordul az elő, hogy az egyik fél túlhajszolja magát? Valós értelemben, tehát nem alszik eleget, 24 órát dolgozik, pörög egész nap. Nagyon sokszor ez a munkába való menekülés egyik legjobb útvonala, ezt nyilván nem tudjuk most bemutatni, de biztos vannak olyan ismerőseink, akik munkamániások, és túlhajtják magukat. Rengeteg olyan túlhajszoltsági konfliktust vezérelt olyan régi berögződés, hogy nekem 200%-ban kell teljesítenem. Hallunk ilyet, hogy amikor családtagot alkalmazunk egy bizonyos feladatra, vagy egy céghez, akkor így el is mondjuk, hogy tőle többet várok.
mint a Ó, többitől, neked többet kell teljesítened, hiszen te a testvérem vagy, te az öcsém vagy, te nem tudom ki vagy, és neked hallottunk ilyet bizonyítanod kell. konzultáción. Igen. Ezek azok a helyzetek, amikor a másikat túl teljesítésre késztetjük. De nagyon sokszor önmagunkat hajszoljuk bele bizonyos helyzetekbe. Többször is előfordul velünk az, hogy azt gondoljuk ilyen omnipotens módon magunkról, hogy mindenre tudunk hatással lenni. És mindent nekünk kell megoldanunk, és mindent azonnal, ha lehetséges. Ez az a megoldási módszer, amit magunkra vállalunk. Ezzel kényszerítjük passzivitásba a környezetünket, hiszen nem engedjük meg, hogy megtanulja a gyermekünk megkenni a vajas kenyerét, mert csak az csak úgy lehet jól, ahogy mi elkészítjük. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy vajon nem azért van, mert a másik ember nem csinál semmit? Nem biztos, hogy azért nem csinál semmit, mert nem is akar, nagyon sokszor nem is tud a labdáig jutni, mert Mert akkor a cselező technikával tudunk, főleg mi nők ilyen helyzetekbe megmutatkozni. Tegnap előtt hallgattam egy kabarét, ahol nagyon frappánsan megfogalmazták, a férfiak takarítás az kóvágást jelent a szobákon keresztül. Persze, mert nem adunk konkrét jeleket arra, hogy mit és hogyan szeretnénk, túlvállaljuk magunkat, mert én azt meg tudom csinálni egyedül. Vagy csak úgy jó, ahogy én csinálom. Vagy igen, ez is egy másik történet. Az, amikor mindenkinek a problémáját visszük, és majd én megoldom, és a szomszédnénit, és a szomszédnéni kutyáját, és mindenkit a lelkünkön viselünk. Én nem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne segítsünk egymásnak, csak szánjunk időt arra is, hogy a saját pihenésünket, illetve a saját egészségünket szem előtt tartva éljük az életünket. Mert azzal, hogy magunkat túlhajszoljuk, és esetleg elfelejtkezünk arról, hogy a nap 24 órából áll nekünk is, és Igen. pihennünk is kellene, Igen. akkor ezzel nem segítünk senkinek. De ha azt mondta valamikor egy hölgynek az édesanyja, hogy kislányom, egy háziasszony az délután nem pihen le, mert az azt jelenti, hogy lusta. Igen, és itt a párkapcsolatban a betegségekről is egy picit másképp kellene gondolni, hiszen nagyon sokszor túlhajszoljuk magunkat, hogy már pedig mi meg fogunk gyógyulni, ez a betegség nem fog ránk hatni, és erőnkön felül szeretnénk teljesíteni. Gondolok itt a megoldási fázisban van ez a mosogató rongy állapot, amit Igen. úgy nem szeretünk elfogadni. Nagyon tévesen gondoljuk azt, hogy az erőtlenség, a gyengeség, amikor úgy húz az ágy bennünket, amikor semmi másra nem vágyunk, csak 20 percet aludni, akkor épp gyógyulunk. Nem azt jelenti, hogy betegek vagyunk, hogy valami rossz történik a szervezetünkben. A megoldási fázis tüneteit gyakran félreértjük, és ebbe hajszoljuk túl magunkat. De túlhajszolhatja magát az a házastárs is, aki éppen egészséges, és a beteg párját gondozza. Igen. Ez is egy túlhajszoltság, mert azt mondja, hogy ő most nem aludhat, mert beteg a másik. Valahol meg kéne találni az egyensúlyt, hogy tudjuk, hogy amikor jelez a szervezetünk, hogy fáradtak vagyunk, akkor igen, le kell pihenni. Miért? Azért, mert itt látjuk a szívünknek a szerkezetét, Hammer doktor rajza szerint, és a szívünk összetételében a sárgával jelzett sima izomzat és a narancssal jelzett haráncsikolt izomzat is részt vesz. Ez a szívizomzatnak a specialitása, hogy sima és haráncsikolt izomszövetek is vannak benne. A lényeg az, hogy ebbe az izomkötekben, ahogy látjuk itt ezt a fekete vonalat, ebben van beleágyazva az az elektromos rendszer, ami összehúzza a szívizomzatot, vagyis ami elvezeti innen az ingergenerátorból, a szinusz csomóból, elvezeti az ideg ingerületet, egyszer ugye a pitvarizomzaton keresztül, majd innentől kezdve az asof tavara csomó keresztül már mondjam azt, hogy vezetéken a kamrai izomzathoz, hogy ezek összehúzódjanak.
Na most azt mindenki el tudja képzelni, ha én nekiállok bontani a falat, és nem tudom, hogy hol van ugye benne elektromos vezeték, akkor nagy valószínűséggel meg fogom sérteni azt az elektromos vezetéket, és az már nem fog úgy vezetni, mint azelőtt. Tehát ha ezt a túlhajszoltsági konfliktust elindítom, megállítom, átalakul a szívizomzat struktúrája, összetétele, és ez lesz az oka annak, hogy másodlagosan fellép a bal tavaraszárblokk, a jobb tavaraszárblokk, és mindenféle elektromos vezetési zavar, amit EKG-n tökéletesen be tudunk lőni, és azon túl, hogyha megváltozik a szívizomzat tömege, akkor az itt látható billentyűk, a jobb oldali, illetve a baloldali billentyűk sem fognak összeérni, vagy egymásra fognak feküdni. Tehát vagy szükület lesz, vagy tágulat lesz a következmény, és ez a billentyű hibáknak a következménye. Az első dolog, ami figyelmeztető jel, a mitrális prolapszus szindróma. Ez még nem jelent komoly dolgot, de nagy figyelmeztetés, hogy kérem, álljunk le, ne mentsük meg már az egész világot, már lekéstünk róla, 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Igen, ezek az önleértékelések, ezek főleg párkapcsolati szinten valaminek az elkerülését illeti. Nem beszéltünk a zsírszövetről, hogy tetszem neki, hogy velem maradjon, lásd a vénák és artériák története, hogy tovább lépjünk egy helyzetből, hogy a mozgásunk szabadságát megéljük, hiszen nagyon szeretnénk mindent megtenni ezért a kapcsolatért. Azért, mert szeretném ezeket összefogni, kézbe tartani. De mi történik akkor, amikor ez nem jön össze? Amikor úgy érzem, hogy nem tudom a kapcsolatomat, a páromat, a helyzetet a kezemben tartani? Hát akkor lesz természetesen, ha képtelen vagyok kézben tartani a dolgokat, akkor a kezem, illetve a csuklóm lesz érintett. Mert ahhoz, hogy erősen, szorosan a kezembe tartsak valamit, ahhoz erős csuklóra van szükség. Gyenge csuklóval nem tudok valamit erősen Hát ez megszorítani. így van. Na tehát, ha képtelen vagyok erősen a kezemben tartani a dolgokat, akkor a csukló ízület fölötti inszallagnak a sorvadása, visszaépítése során kialakul a kárpális alagút szindróma, tehát a csukló alagútjának a tünete együttese, hogy magyarra fordítsam, és mivel ebben az alagútban, amint látjuk, erek és idegek mennek keresztül, ha leszorítjuk ezt a csuklópántot, gondoljunk arra, hogy három csuklószorító pántot veszünk fel egymásra, amit a teniszezők vesznek fel, ugye, hogy erősítsék a csuklójukat az ütéshez, nos, akkor természetes, hogy szorult helyzetbe kerülnek ezek az idegek, és zsibbadni fog az újbegyünk, keringési zavarok fognak föllépni, és egyéb ilyen történetek, és az is egy lényeges dolog, hogy mi az, amit én a kezemre asszociálok, a kezemre vonatkoztatok, mint képtelen vagyok a kezemmel megcsinálni. Hát mire képtelen valaki egy párkapcsolatban, hogy a kezével megcsinálja? Hát, hogy valamit ügyesen elkészítsen, hogy ügyesen megfogjon, ügyesen használja a kezét a, mit tudom én, a házi munkában, vagy bárhol. De használjuk ezt a, jaj, te olyan lyukas kezű vagy, hát nem tudsz, lyukas markú, nem tudsz semmit rendesen megfogni. Hölgyeim, amikor nem tudsz rendesen semmit megfogni című lemezt feltesszük, és ebből óriási konfliktust csinálunk, a párunk valójában azt élheti meg, hogy teljesen ügyetlen vagyok, hát képtelen vagyok úgy a keze alá dolgozni, hogy ez neki jó lehessen. Igen, ez akkor szokott előfordulni, ha a férjek megkérik a feleséget, hogy ez fog meg erősen mostan, tartsd meg, míg én, tehát amikor kontrát kell tartani, mert valamit be kell ütni. Hát nyilvánvaló, hogy egy nő nem tud olyan kontrát tartani, olyan súlyt oda tartani, hogy ez a szegelés az tökéletes legyen, mondjuk egy kerítés lécnek a megszegelésekor.
Teljesen igazad van, Karesz, de mi egyáltalán nem erre gondoltam, hanem azokra a finom munkákra, amikben mi hívjuk be a férjeinket, hölgyek a segítkezésként a konyhába, és ezt fogd meg, ezt tartsd meg. Függöny felrakásnál tuti, hogy ilyenkor esik le a kikeményített függöny. Vannak olyan helyzetek, és remélem a hölgyek fantáziája és élettörténete legalább egy-egy ilyen történetet tartalmaz, amikor nagyon szerettünk volna dolgokat megtartatni, de itt átvitt értelemben is kell gondolkodni, hogy a kézben tartani a gyeplőt, a kapcsolat irányítását, nagyon sokszor elindul a vita, hogy ki a főnök egy házban, egy kapcsolatban, ki neveli jobban a gyereket, ki foglalkozik a pénzzel, ki fogja meg a pénzt. Nagyon, nagyon érdekes helyzetek kötődnek a kézhez, a hát kéz minden, funkciójánál amit... fogva is egy Igen, nagyon összetett nyilván, amit erre fogunk vonatkoztatni, önleértékelésként, hogy képtelen vagyok, ez mindig az ízületeket fogja érinteni, és lebontjuk konfliktus aktív szakaszban, megoldásban visszaépítjük, és természetes, hogy fájni fog, nevezhetik ezt reumatoid artritisztől kezdve nagyon sok mindennek, autoimmun folyamatnak, itt valójában le kellene zárni ezt az ügyet egyszer és mindenkor. Éppen ezért lényeges, hogy a párkapcsolatban este zárjuk le békével a napjainkat, és onnantól kezdve ne vigyük be a hálószobába a napi konfliktusokat, mert akkor ott se fog semmi sem működni, de erről majd a következő héten fogunk részletesebben beszélni. És az is fontos, hogy legyen megegyezés, konszenzus a felek között, hiszen ha azt élem meg, hogy a férjem és a feleségem, a férjem és a gyermekem, bocsánat, a férjem és a gyermekem összefognak ellenem, és ellógnak, és alig várják, hogy kitehessék a lábukat a házból, mert aztán majd ők külön utakat járnak, és úgy érzem, hogy nem tudom megfogni sem a férjemet, sem a gyerekemet, mert ők aztán azt csinálnak, amit akarnak, akkor akkor mind a két mindkét kéz, kezem mindkét kéz érintve lesz. Érintve lesz. De említetted itt, hogy az ízületek, tehát a porszalátak, de mi újság a csontokkal ilyenkor? Hát a csontok is nagyon fontos történetet töltenek be, mert a legsúlyosabb önleértékelés az mindig a csontokat érinti. Csontig hatoló önleértékelést tudunk megélni, és természetes, hogy mondtam, hogy az érzés ereje meghatározza, hogy az adott helyen milyen szöveteket fogunk lebontani. Most mondjam azt, hogy egy középsúlyos önleértékelésnél, ami a személyiségemet érinti, az mindig a derekam szintjén fog lebontást csinálni. És ha elkezdem én lebontani jobbkezesként a párkapcsolatban, az a személyiségemben megért önleértékelésként az oldalamat, mert kaptam egy olyan megjegyzést, hogy milyen férj vagy te, hogy ennyit se tudsz, milyen férfi vagy te, hogy ennyit se tudsz, ugye akkor az jobbkezesként jobb oldalt fogja a deréknak az izomzatát elgyengíteni, nyilván, hogy a másik oldal erősebb marad, és az erőegyensúly megbomlása véget, az erősebb izom áthúzza a gerincet erre az oldalra. Ennek lesz a következménye, hogy becsípődik az ülőidegnek a gyöke, amelynek a gyökere ugye innen indul ki az ágyéki csigolya közti lyukakból, fonódik össze ez az egész ideg, és már konfliktus aktív szakaszban lesz egy isiásznak nevezett ülőideg fájdalmunk, ami hirtelen egészen a bokánkig lehatol. Ezt általában mindig úgy magyarázzák, hogy megemeltem valamit, rosszul mozdultam, de ne felejtjük, ez az utolsó hópihe volt, ami elindította a lavinát. A megoldási szakaszban elmúlik ez az éles fájdalom, viszont a másik oldalon, amit elkezdtünk lebontani, a visszaépítés miatt beindul egy diffúz, széterjedő fájdalom a derék szintjén, és ez lesz a megoldási fázisnak a tünete. Mondom, itt az izmok voltak érintve, de ha sokáig fennáll ez a kényszeredett állapot, akkor ez kihat a csigolya közti porckorongokra is, és abból lesz a csigolya
a csigolyák közötti porckorong degeneráció, illetve a gerincsiek. A legsúlyosabb önleértékelés az a csontokat érinti, és ha már a deréknál vagyok, akkor megemlítem, ha egy férfi embernek, ugye volt egy prostata műtéte, és utána hát a férfiasságában már nem fog tudni bizonyítani a műtét miatt, ez a nagyon súlyosan megért mi, nulla férfi vagyok történet, a csigolyában fog oszteolízist elindítani, vagyis csontszövet elbontást, elhalást, ami ritkulásos lyukak megjelenését fogja okozni a gerincen, a röntgenképen. Felhívnám a kedves nézők, hallgatók figyelmét, remélem, hogy mindenki jó nagy képernyőn látja ezt a képet, és látja azt is, hogy az illető fólián, amit most kivetítünk, egy csípőre tett kezű ember látható. Gondoljunk csak abba, hogy amikor a személyiségünkkel minden rendben van, és valamilyen konfrontációs helyzetbe kerülünk, főleg mondjuk kisgyerekkorban vehető ez észre, hogy előszeretettel állnak csípőre tett kézzel, mert ők még tisztában vannak, vagy ők még tudatában vannak annak, hogy az ő személyiségük a sérthetetlen. Ebben az időszakban csak gondoljunk a 3-5 éves generációra, amikor így csipőretett kézzel megáll, és szembe áll a szüleivel, és megkérdezi, hogy miért. Itt a személyiségében még nem ért meg. Még nincs önleértékelés. De mondtad azt is, Karesz, és megütötte a fülemet az a szó, hogy az önleértékelés gyakorlatilag egy új mezodermális program, ami fájdalommal gyógyul, ez minden igen. Csontra érvényes? Ez nem csak a csontokra, hanem minden eddig elmondott szövetre érvényes volt, tehát erekre, izmokra, porcokra, és természetesen a csontokra is, és ne feledjük, hogy a legerősebb fájdalom, amit valaki megélhet, az pontosan a csontoknak a fájdalma. És tudnunk kell azt, és meg nem véletlenül hoztam be megint ezt a képet, hogy a csontok megoldási szakaszában, tehát amikor ödéma, vizesedés, vizenyő lép fel a csontokban, akkor ez az ödéma az adott agyterületen is megjelenik, és egész tévedésből ezt az ödémát agydaganatnak is nevezhetik a fehér állomány részében. Nos, itt láthatjuk a csontvázat, és ezzel kapcsolatosan tényleg egy egész webkonferenciát elmondtam, és csak annyit tudok elismételni, hogy jobbkezesnek a jobb oldal, balkezesnek a bal oldala lesz érintve minden párkapcsolati konfliktus során. A csontok fájdalma a megoldásban lép fel, hogy ezen hogy segíthet a más studenten méhen, azt is elmondtam a csontokkal kapcsolatos webkonferencián. Csak néhány gyakori dolgot szeretnék itt felhozni. Ugye a felkarcsontnak a vége, vagyis mondjam azt, hogy a vállam, a vállöv, akkor lesz érintve, ha én igazságtalan voltam a másikhoz. Kicsúszott a számon valami, amit nem kellett volna mondjak. Veszekedtek egyet, és mondott egy olyan dolgot, na, amit nem kellett, amit megbántam. Ami mondjam azt, hogy lelkismeretileg engem igencsak zavar. Nem voltam fair vele szemben? Igen, nem voltam fair a párommal. Nem mondtam valamit, tettem valamit, amit nem érdemelt meg. És ilyenkor nyilván jobbkezes a jobb, balkezes a bal vállát, a vállövét fogja bontani. Ez nem jár fájdalommal, de a megoldásban jön a vállizület fájdalma, az epileptoid krízisben pedig úgy mondják, hogy befagyott váll, megmozdítani se tudja a vállát, mert az izmok görcsbe lépnek. Amikor már nem bírom elviselni azt a helyzetet, amiben élek, és ugye párkapcsolatról lévén szó, vannak ilyen helyzetek, akkor a comnyak lesz érintett. Megoldásban jön a comnyaknak a fájdalma. Az ágyéki csigolyákról az imént beszéltem, a személyiségben megélt súlyos önleértékelés kapcsán érintett az egész, de itt van az ugrócsont is, és nem véletlenül
beszéltem az ugró, vagy hoztam be az ugrócsontot, mert eljutunk egy olyan pillanatig, amikor azt érezzük, hogy képtelen vagyok ebből a pokoli helyzetből kiugrani. És ilyenkor pontosan a párkapcsolati ugrócsontot fogjuk csak lebontani. Nyilván vagy a jobb, vagy a baloldali. Ez szüdegszindrómának, vagy aszeptikus csontnekrózisnak, elhalásnak fogják nevezni. A lényeg az, hogy a röntgensugár úgy megy át rajta, mint egy lágy szöveten, mert eltűnt belőle a kalcium. És ez a lényeg, hogy megértsük, hogy a megoldáskor ugyan fájdalommal, de visszaépül az ugrócsont, és erősebb lesz, mint volt. Hát igen, itt a fájdalomról, meg a megoldásról még egy kicsit beszélj nekünk, hogy hogyan gyógyul a csont. Mi a helyzet akkor, amikor mondjuk az ugrócsontnál maradva a kalciumot, a csont szerkezetét megváltoztatja egy helyzet, amikor olyan, mintha lyukak lennének a Értem. csontban, ha nincsen ott a Jó, csontszövet. ahhoz, hogy eljussunk a fájdalomhoz, először le kell bontani. A lebontás, a csontoknak a lebontása nem jár tünetmentesen. Ugyan nem jár fájdalommal, de mivel a csontokban képezzük a vért, láthatjuk itt ezen a rajzon, ugye erről is szó volt, a konfliktus aktív szakaszban a csontnak a lebontása azzal jár, hogy az ott termelődő alakos elemek számbelileg csökkenni fognak, és kialakul az anémia, vagyis vérszegénység, a leukopénia, a fehérvérsejt számának a csökkenése, vagy éppenség kell a vérlemezkék számának a csökkenése. A labor megmutatja, hogy miről van szó, de a konfliktus tartalom ugyanaz. Önleértékelés, egyenlő önpusztítás. A megoldási szakaszban történik meg a csontoknak a visszaépülése, ami fájdalommal jár, hiszen folyadék áramlik be a csontba, és a csonthártya feszülni fog. Ez egy olyan érzés, mintha nem tudom, láttak-e már olyat, hogy fát hasítunk, és a fejszével megpróbáljuk szétfeszíteni a fát, mert nem repett el egyetlen csapásra. Most ez a feszítő, szétfeszülő fájdalom lesz az, amit a megoldásban érzünk, igencsak intenzíven, mert a folyadék beáramlás okozza ezt a, mondjam azt, hogy térfogat növekedést és csonthártya feszülést. A megoldási szakasz közepén, az epileptoid krízisben eltűnik a fájdalom néhány órára vagy néhány napra. Ugye kérdés, hogy meddig tartott a konfliktus aktív szakasz. Utána ismét megjelenik. És ekkor történik meg a kalciumnak a beépítése a hegesedési fázisba, abba a matrixba, ami a gyógyulási szakasz első részében, az exudatív fázisban újra alakult. Kérem szépen, a My Student and Mayhem hallgatása nagyon fontos, hogy ne csináljunk recidivákat, és hát természetesen az archaikus dallam helyettünk nem fogja megoldani a programjainkat, de mindenképpen segíteni fog nekünk abban, hogy ez az egész recidiva ne történjen meg. És ezen a képen látható a Hammer doktor által ábrázolva még egyszer a folyamat. Tehát konfliktus aktív fázisban mondjuk nem bírok elviselni valamit, itt van a combnyak, elsorvad és spontán eltörik. Akár mennyi kalciumot eszem én, akármilyen minőségű kalciumot, ha ez a megélésem, hogy képtelen vagyok elviselni, hogy a férjem az ölébe visz ki engem a WC-re, mert olyan gyenge vagyok, mint egy kifacsart mosogatórony, akkor nem elég, hogy valaki épp a gyógyulási fázisban van, még elindít egy konfliktus aktív fázisban egy szomnyak sorvadást. Aztán, amikor már kezd rendbe jönni az adott betegsége, legyen szó bármiről, beindul a szomnyaknak a fájdalma, és itt jön be az ördögi kör, a gyógyulás csapdája. Képtelen vagyok elviselni ezt a fájdalmat a combnyakban. És ez megint csak mit fog csinálni? Konfliktus aktív fázis, megoldási fázis, tehát itt lesz a függő gyógyulás, és itt lesz a program le nem zárása és az állandó fájdalom.
Nos, hogyha valójában megoldjuk ezt az egészet, akkor itt először ugye megjelenik az ödéma a fájdalommal, majd a program végére, amint látjuk, erősebb lesz a csontszövet, mint volt. Természetesen a megoldási szakaszban helyreállnak a labor paraméterek is, először is a fehérvérsejtek. Ezt úgy hívják, ezt a gyógyulási szakaszt, hogy leukémia. Hogyan? Leukémia, igen, vérráknak nevezik azt a folyamatot, amikor elkezdem nagy számban visszaállítani a fehérvérsejt számot. Természetesen itt éretlen sejtek kerülnek a vérkeringésbe, nem rákos sejtek, éretlen blasztok kerülnek, és hát a labor eredmények alapján millió diagnózis születik. A lényeg az, hogy gyógyulok, és nem megölni kéne ezeket a sejteket, ezek úgyis eltűnnének, kiszűri a szervezetünk, hanem támogatni kéne az embereket a gyógyulásokban. A labor paramétereknek a figyelése adott esetben igen fontos és életmentő, mert ugye kérdés, hogy mennyi volt a konfliktus aktív fázis. És mivel itt még csak a fehérvérsejt szám az, ami emelkedik, még a trombocita és a vörösvértes szám alacsony, ebből következhetnek komplikációk, de természetesen ezek megoldhatók kórházi körülmények között. Ne feledjük, hogy a tünetek súlyossága attól függ, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz. És a betegségek 80%-a spontán magától otthon meggyógyul, ha az illető végre megnyugszik és hagyja a szervezetét meggyógyulni. Ha ismeri a germán gyógytudományt és el tudja fogadni, hogy a tünetek a gyógyulásáról szólnak, akkor tényleg meg is gyógyul. Ha agyal, akkor belekerül a mókuskerékbe, és egyre több programot indít, és egyre betegebb lesz. A megoldás második részében, az epileptoid krízis után áll helyre a vörösvértes szám és a trombocita szám, és a program végére minden a helyére kerül. Tehát ezeket a dolgokat szerettem volna összefoglalni az önleértékeléssel kapcsolatosan, érintve minden szövetet, ami ide tartozik, most csont, porc, inak, izmok, izmokat ellátó erek, kötőszövet és zsírszövet. Én úgy gondolom, hogy éppen eleget részleteztük a párkapcsolatoknak ezt a részét, és a következő héten folytassuk azzal, ami még hátra van. Hát akkor még hátra van az a rész, amit a legjobban szeretünk, amikben önök kérdeznek bennünket, és szeretném megköszönni a figyelmet, és neked, drága Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Fórumban először az adott mai napi témával szeretnénk foglalkozni, úgyhogy elsősorban ezekben a témákban várjuk a kérdéseiket. Amikor elfogytak, akkor én jelezni fogom, hogy más témában is lehet. Nyilván azért a párkapcsolati konfliktusok, krízisek egészen tág palettát adnak ahhoz, hogy szinte minden kérdés ehhez a témához köthető lehessen.